Orbán Viktor nem miniszterelnök, hanem a tolvajok fejedelme, de nem a Robin Hoodi értelemben, hanem pont fordítva. Ő a kis emberektől vesz el és a haverjainak adja oda, ezt mondta miniszterelnök jelölti beszédében Karácsony Gergely. A Párbeszéd társelnöke szerint nekik nem az MSZP-vel vagy a DK-val kell keresniük az együttműködést, hanem azokkal a pártokkal, amelyek nem a múlt újra csomagolásán dolgoznak, hanem a jövőt építik. Nincs 2022, csak 2018 van. Az elég komor képet festett Szabó Tíme a választók elé. Szerinte nem lehet még 4 évet várni a kormányváltással, ugyanis ha a jelenlegi hatalom marad, az emberek el fognak menekülni az országból. Pontosan tudjuk, hogy ha Orbán Viktor és szívtelen kormánya még 4 évig marad, akkor itt az országban kőkövön nem marad. Lesöprik a padlásainkat, betiltják a tüntetéseket, a tüntetőket börtönbe zárják, a civileket megsemmisítik, és még szabad sajtó sem marad. Hajós András pedig arról beszélt, hogy kifordított országgá vált Magyarország, amiről a Fidesz tehet. A népszerű előadó művész szerint csak úgy lehet újra normális hely ez az ország, ha olyan politikusok kerülnek az élére, akik nem mutyiznak. Hozzátette, ilyen Karácsony Gergely is, akiről többször hangsúlyozta, hogy nem a barátja. Nem is lettem a helyi újság tulajdonosa, lakóparkot sem építek, de még csak a kerületi tévételle textének szerkesztéséért sem veszek fel milliókat, és egy árva önkormányzati lakást vagy üzlethelységet sem akasztottam le. Cserében nem is álmodomban Karácsony Gergelyt helikopteren utaztatni, vagy a jachtomon vendégül látni, és a bulvár sajtó nagy sajnálatára fiatalosan szép feleségeink sem brancsolnak a fánkozóban. Karácsony Gergely szerint azért lehet esély a kormányváltásra, mert az elmúlt hetekben megmozdult valami, véget ért a nyavajgás korszaka. A Párbeszéd miniszterelnök jelöltje kijelentette, 1 millió bizonytalan szavazó megszólítható, nekik hitet és jövőképet kell adni, mert Magyarországon jelenleg nem kormányzás, hanem uralkodás folyik. Orbán Viktor valójában nem is miniszterelnök, hanem fejedelem. A tolvajok fejedelme nem úgy, mint Robin Hood, hanem talán éppen fordítva. Az uralkodása arról szól, hogy elveszi a kis emberektől azt, amit nekik járna, és odaadja a milliárdos haverjainak. Karácsony Gergely kijelentette, a Fidesz legerősebb fegyvere, hogy elhitették az emberekkel, hogy a politika maga a korrupció, és ezzel fásultá és cinikussá tették a társadalmat. Hozzátette, ennek ellenére tömegével vannak olyanok, akik kormányváltást akarnak. A Párbeszéd miniszterelnök jelöltje hangsúlyozta, az MSZP és a DK szükséges, de nem elégséges feltételei a kormányváltásnak. Nekünk az a dolgunk, hogy azokkal a pártokkal, amelyek nem a múlt újra csomagolásán dolgoznak, hanem a jövőt építik, kialakítsunk valamiféle együttműködést, fogalmazott. Én hiszek abban, hogy lehet változás, én hiszek a rendszerváltók új szövetségében, és hiszek abban, hogy valamilyen módon tudok ennél a dologban segíteni. Az, hogy húzom-e, vagy tolom-e, hogy elő vagyok, hogy hátul, nekem mindegy. A lényeg az, hogy itt vagyunk, én a magam részéről annyit tudok mondani, hogy én szolgálatra jelentkezem. Karácsony Gergely az új kormány legfontosabb feladatai között említette a nettó 150 ezer forintos minimálbér bevezetését, valamint a keresetek fenntartható növekedésének elősegítését.